több éve működő akció, amikor jeget csomagolnak be különböző hőszigeteléssel, és sok hónapon keresztül kint van a szabadban. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy a beszigetelt vagy leszigetelt jég hány százaléka marad meg 2 hónap elteltével. Több mint 2 hónap elteltével, mert most a víz világnapja van, és a környezetvédelmi világnapon június 5-én fogjuk ezt a Szalmabára szigetelést megbontani, és akkor derül ki, hogy hogyan működött. A vízzel való takarékoskodásnak a legegyszerűbb módja, hogyha mindennapi vízhasználatunk során odafigyelünk erre, megjavítatjuk, ha a cseppek a csap, odafigyelünk arra, hogy mennyi vízzel fürdünk, mosakszunk, mennyi vizet használunk el. Ez az első szintje, ezt mindenki megteheti mindig folyamatosan. De van egy másik szintje, ami talán nem olyan egyszerű, az, hogy amikor vásárolunk és különböző tárgyakat, élelmiszert, különböző anyagokat veszünk, akkor egy nagyon fontos kérdés, hogy ennek a terméknek az előállítása mennyi vizet igényelt. Például nem is nagyon gondolkozunk arra, hogy 1 kiló hús előállítása az hány liter víz felhasználásával történik, vagy 1 kiló acél előállítása mennyi víz felhasználásával történik. Tehát amikor odafigyelünk arra, hogy kevés szemetet, kevés hulladékot termelünk, újrahasznosítunk, akkor is például már az édes vízzel tudunk takarékoskodni, hiszen a gyártás során valójában az édes víz készletünket használjuk ezekre a célokra is. Vízre vagy az energiára figyelünk, akkor nagyon fontos azt tudnunk, hogy a mindennapi szokásaink, azok alapvetően összefüggenek azzal, hogy mennyi energiát, mennyi vizet használunk fel, és mennyi természeti erőforrást használunk, pazarlunk, szennyezünk el, és nyilván minél többet használunk el, annál kevesebb marad az utókor számára, és nagyobb környezeti problémákkal találják majd magukat szembe. És ahhoz, hogyha változtatni szeretnénk, ugye az egyik lépés az, hogy mi magunk elgondolkozunk azon, hogy hogyan tudunk ezen változtatni. A másik azért ennél egy kicsit összetettebb, mert hogy ennek van egy korláta, hogy ha például az élelmiszerfogyasztásunkat nézzük, akkor ma alapvetően olyan élelmiszereket fogyasztottunk, amit nem itt helyben termeltek meg. Ugye ennek rengeteg energetikai és víz hozadéka van, hiszen mondjuk például a üzemanyagok előállítása, ugye A-ból B-be elszállítani 1 kiló valamilyen élelmiszert, az energiát igényel, gépeket, berendezéseket kell ehhez használni, azoknak az alapanyaggyártása rendkívül sok vizet igényel, sok energiát igényel. Tehát van egy termelés és fogyasztási szerkezet. Hogyha mi fenntartjuk a mai vásárlási szokásainkkal ezt a szerkezetet, tehát az élelmiszer messziről, sok ezer kilométer, sok száz kilométerről érkezik ide hozzánk, akkor mi igazából részesei vagyunk annak, hogy ez a társadalom rengeteg energiát, rengeteg vizet használva tudja biztosítani a mindennapokat. Hogyha valóban akarunk változtatni, akkor nekünk a szokásainkat, a vásárlási szokásainkat érdemes átgondolni. Ugye, ha azt mondom, a boltba bemegyek és veszek 1 kiló kenyeret, akkor vettem 1 kiló kenyeret, miközben van ennek a környezetvédelemhez, vagy a energiafogyasztáshoz, ugye a víztakarékossághoz, valójában rengeteg. Tehát nem mindegy, hogy az a kiló kenyér, az helyben termelt gabonából, helyi embereknek munkát adó pékségben lett előállítva, vagy esetleg 200-300 kilométert, 500 kilométert utazott, akár az alapanyag gyártásánál is nagyon sok száz kilométert utazik a gabona, mire oda kerül a pékségbe, utána onnan több száz kilométert, mire a felhasználóhoz kerül. Ugye nagyon sok adalékot kell ennek következtében használni az élelmiszereinkbe, hiszen ezt a szállítási távolságot és időt túl kell élnie az élelmiszereinknek. Tehát, hogyha valóban változtatni akarunk, és azt gondoljuk, hogy mi magunk szeretnénk gondoskodni arról, hogy ez a mai társadalom átalakuljon, és ez az új szerkezet sokkal kevesebb energiát, nyersanyagot, vizet használjon el, ugyanolyan jól tudunk élni. Nem csak, hogy jól tudunk élni, hanem például, ha helyben tartjuk azt a pénzt, amit élelmiszerre költünk, akkor abból helyi munkaerő lesz, helyi embereknek lesz megélhetése. Tehát ilyen több szempontból tudunk gondoskodni arról, hogy egyrészt vigyázzunk a természeti erőforrásainkra, másrésztről pedig a mi munkánk által létrehozott értékek azok inkább helyben maradva, helyben tartva, a helyi természeti erőforrásokat használva tudjuk az életünket biztosítani. Ugye nagyon fontos az, hogy a természeti erőforrásokat mi használjuk, mert hogyha a mi életünk múlik azon, hogy ezek milyen állapotban vannak, akkor elkezdünk majd odafigyelni. Elkezdünk odafigyelni, hogy milyen állapotban vannak a talajok. Elkezdünk azon gondolkozni, hogy lehet, hogy Magyarországon évente 17-szer gyorsabban fogy a talajoknak a talaj erő, mint ahogy az újra képződik. Nyilván ez nem tartható fent hosszú időn keresztül. Akkor, hogyha mi magunk azonnal érezzük, például az, hogy a termés romlik, a minőség és mennyisége csökken, hogy a természet erőforrásunkkal gond van, akkor elkezdünk odafigyelni, elkezdünk olyan technológiákat használni, amivel ezek az erőforrások jó állapotban megmaradnak, és a saját életünket is ennek következtében hosszú távon tudjuk biztonságban. Az egyes ember akar változtatni valamit, akkor azt érzi, hogy nem megy, nehéz. Hogy tud ő egy ilyen hatalmas rendszert megváltoztatni? Ez így van. Valójában, hogyha akarunk változtatni, akkor egyedül nem megy. Össze kell fognunk, úgy már megy. Hogyha kosárközösségben, vagy bármilyen ilyen élelmiszer önrendelkezéssel foglalkozó, például helyi élelmiszereket, közösségi formában beszerző rendszereket kezdünk el kialakítani, ez bárki megteheti, hogy Nyíregyházan itt a kosár az már több mint 8 hónapja, 9 hónapja működik, heti rendszerességgel lehet itt vásárolni, akkor ezzel a közösség erővel tudjuk azt biztosítani, hogy ezek a termelés és fogyasztási szerkezetek átalakulnak. Tehát igenis mindenki a megoldás része lehet azzal, hogy odafigyel, hogy honnan vásárol, de egyébként ha kimegyünk a piacra és a termelőt megismerjük, az is egy nagyon jó megoldás. Ilyen módon tudjuk mi magunk, ugye van egy mondás, hogy vagy a probléma részei vagyunk, vagy a megoldás részei vagyunk, azon kell gondolkodnunk, hogy a mindennapi tevékenységünk, cselekedeteink hogyan tudja a megoldást szolgálni, hogyan tudja ezt az új szerkezetet, amiben mondom még egyszer nagyon kevés energia és nyersanyag előállításával tudunk nagyon jó minőségű életet élni. A közösségi létnek van egy nagyon fontos tulajdonsága, az pedig az, hogy közösen tudunk tanulni. Tehát amikor egy termelő és egy fogyasztó kapcsolatban van egymással, amikor egymás szemébe néznek, akkor folyamatosan megy a visszajelzés, folyamatosan tudunk arról gondoskodni, hogy oké, akkor mit kéne változtatni a terméken, milyen igénye van a fogyasztónak, jó, akkor a termelő elkezd ezen gondolkodni, és ez a fajta közös tanulás tudja azt biztosítani, hogy nagyon jó minőségű termékek legyenek, hogy megfelelő minőségű helyi élelmiszer álljon rendelkezésre, hiszen azt azért el kell ismerni, hogy az iparszerű élelmiszertermelés egy egyen és látványra jó minőséget tudod produkálni, ezt mi tudjuk akkor biztosítani, hogyha folyamatosan tanulunk egymástól, folyamatosan van kapcsolat és információ termelő és fogyasztó között. Amikor a mai bevásárlóközpontokba járunk vásárolni, akkor nincsen kapcsolat termelő és fogyasztó között, ezért információ áramlás sincsen. A reklám valójában arról szól, hogy egy irányba a fogyasztó felé eladjon termékeket, tehát valójában bennünket nem egy aktív részeseiként tekintenek a gazdaság egyes pontján, hanem egy olyan erőforrásként a vásárló, aki ahhoz kell, az ő tudata, az ő pénztárcája, ahhoz kell, hogy ez a gazdaság működjön. Azt gondolom, hogy erre nekünk, hogyha nem lesz válaszunk, akkor ugyanúgy járunk, mint most, hogy ki leszünk szolgáltatva a gazdasági folyamatoknak, ha pedig összefogunk, és saját kezünkbe veszük ezt az egész folyamatot, akkor az emberek kezében lesz a saját gazdaságuk, és nem egy kiszolgáltatottként kell elszenvedniük, vagy megélniük azt, ami van. A közösségben való gondolkozás az hihetetlen sok lehetőséget ad nekünk. Élelmiszertermelés és fogyasztás tekintetében, de akár az épületeink felépítése vagy felújítása tekintetében is. Így a számvállaló építészethez, ha visszakanyarodunk, ugyanez a példa, Kalákában közösségi összefogással nagyon jól lehet szalmabálával szigetelni, építeni, és újra az emberek, vagy a családok, vagy a baráti társaságok kezébe kerül az életük irányítása. Ők tudnak újra a saját hajlékukról, az emberek a saját hajlékról tudnak majd gondoskodni, és ugyanúgy társadalmat tudunk ettől kezdve építeni, csak nem leszünk talán ennyire kiszolgáltatva, mint ma. A kinti zaj és a -10 fok kintartásában sokat segít az új műanyag nyílászáró, amely csökkenti a tárhőszámlát. Ez havonta kb. 12 000 forint, melyet nyomon követhetünk a fűtőtestekre szerelt fogyasztómérők segítségével. A kis szobával együtt 56 négyzetméteres lakás érzetre jóval nagyobb, a két helyiséget új műkővel berakott fajtók választják el a konyhától.